Anno 2013, a második részt látják itt nálunk a Baracsi Média TV-n. A második rész az önkormányzat, illetve a képviselőtestület dolgairól által szervezett programokról fog szólni. Lesz nekünk itt mindenféle kicsi és nagyobb felvillanások a 2013 évből. És mivel is kezdhetnénk ezt a mai második részt, mint nem mással, mint Böröc úrral, aki a mi lelkiismeretünk, aki olyat is megmer kérdezni, amit mi nem mernénk. Tehát nézzünk akkor egy kis Böröc úr kérdez anno 2013. Olyan kérdésem volna, polgármester úrhoz, hogy az éves költségvetés előre láthatólag hogy fog alakulni? Ez jó kérdés, annál is inkább jó kérdés, mert aktuális is. Tulajdonképpen most az év elején ismertük meg a törvényhozás, az országgyűlésnek a törvényét, ugye az idei évi költségvetésről. Megmondom őszintén, még barátkozunk vele, tanulmányozzuk, az már most látszik, hogy kevesebb lesz az idei juttatás, mint tavaly volt. Az egész szerkezet, az egész rendszer átalakult, ami azt jelenti, hogy az idei évtől feladatfinanszírozás valósul meg. Ez annyiból új, hogy ugye megvannak azok az önkormányzati kötelező feladatvállalások, amire nekünk az államháztartásból pénzkeretet biztosítanak. Na most ezt kiszámolták, hogy ugye milyen feladatra mennyit adnak, és ez egységes minden egyes településen arra a szakfeladatra. Igen, de nem minden egyes településen egyforma az infrastruktúra, egyforma az adottság. Ebből adódóan egyes településeken ki tudnak jönni abból a pénzből, más településeken meg nem. Na most, hogy ez nálunk hogy valósul meg, azt még nem tudjuk pontosan. A mostani feltételezésünk az, hogy bizony nálunk ez szűkös lesz. A mi településünk olyan jellegű, ugye ismerjük a kiterjedtségét, tehát nagyon nagy helyen vagyunk tulajdonképpen. Igen, tehát ugye széles és nagy területen elfekszik ez a falu. Így van. Ami azt jelenti, hogy nálunk egészen speciális sok minden. Többek között, hogyha megnézzük, én a múlt évben voltam Nagyvenyimen rendelőintézet avatáson, Mezőfalván rendelőintézet avatáson. Nagyobb települések, mint mi, de sokkal zártabb települések, egyben van, tömbösített, így van. És a két-két orvosi rendelőjük egy épületben van nálunk, ugye a két orvosunk két külön rendelőben van, és jó messze van egymástól. Tehát nálunk ugye a költség is duplázódik tulajdonképpen. No, tehát akkor ennyi bevezető után egy kicsit röviden összefoglalva, a költségvetésünk még nincs összeállítva erre az évre, de még ez korai is lenne egyébként, mert hiszen a jövő héten fogjuk első menetben tárgyalni. Igen. Azt követően lakossági fórumot tartunk, tehát közmeghallgatást, és gyakorlatilag február végéig el fogjuk fogadni az idei évi költségvetésünket. Ez, amit így most fölhoztam, ez tulajdonképpen csak egy fölvázolása annak, hogy mire számíthatunk 2013-ba. Nagyon röviden, semmi jóra. Baracson 2013-ban az egyik legfontosabb beruházás volt a csatorna beruházás második üteme. Erről nézzünk meg egy kis bejátszást, amit a tornacsarnokba tartottunk képviselőtestület, illetve a beruházásban résztvevő vállalkozók adtak egy kis tájékoztatást, hogy mi várható itt nálunk 2013-ban. Tehát ott tartunk, hogy van szerencsém bemutatni, ugye a csatorna beruházás második ütemének a szereplőit. Azért jöttünk most össze, hogy önöknek tájékoztatást adjunk arról, hogy milyen ütemezéssel, hogyan fog történni a beruházás, kik a szereplői, és hogyan fog történni. Mindenek előtt én azért azt szeretném kérni majd önöktől, hogy az egyéni bekötésekre vonatkozó kérdések, melyik oldalon megy a csatorna, az útnak melyik oldalán, azt majd külön megbeszéljük. Most elsősorban én úgy gondolom, hogy az elvekről fogunk beszélni, a legfontosabb tényezőkről. Lehetőség lesz arra a megbeszélés végén, hogy aki érdeklődő, az megnézze itt a térkép alapján,
hogy egészen konkrétan az ő utcájában melyik oldalon fog elmenni a vezeték. De hogy ne tartsuk föl egymást, én úgy gondolom, hogy a fő kérdésekre helyezzük a hangsúlyt. És akkor én nem is fogom sokáig húzni az időt, bemutatom az itt az asztal mellett ülőket, és arra kérem majd őket, hogy mutassák be a képviselt céget, illetve a tevékenységet, és hát ezzel kapcsolatosan mondják is el a tájékoztatót. De tavasszal 2013-ban erre elhatározta az önkormányzat, hogy csinál megpróbál egy hagyományt teremteni az úgynevezett egyfa, egy gyermek ültetéssel. Ezt tavaly annó 2013-ban megtettük. Kérem, nézzék meg erről szóló kis összefoglalónkból egy kis részletet. Hát üdvözöllek itt Lajos a tónál. Tudom, te horgász is vagy, de most úgy tudom, hogy nem a Horgász Egyesületnek a társadalmi munkájára vettél részt. Igen, szerettem volna oda is leérkezni, egy kicsit késtem, de az a legfontosabb, hogy ide értem akkor, amikor még a fákat ültettük, hogy az elsőszülő gyerekek részére. Ezek milyen fák? Mondjál erről egy pár szót, legyen kedves. Először azt szeretném elmondani, hogy az egész ötlet honnan indult, hiszen ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy pár évvel ezelőtt hallottam, hogy a gemenci erdők területről felajánlottak fákat településeknek elsőszülött gyerekek részére, és mi úgy gondoltuk annak idején, hogy még az előző testület elé is visszük ezt a kérdést, akkor azonban ez nem jöhetett létre. Most viszont azt gondoltuk pár évvel ezelőtt, hogy ha már sikerült nekünk közösen dolgoznunk, akkor ezt valósítsuk meg, és nagyon örülök neki, hogy összejött, és ami még nagyon fontos, hogy a gemenci erdészet megint felajánlotta ezeket a fákat, mint hallottam, és így végül is ide kerültek ezek az őshonos fák. Jó reggelt kívánok, mondja, s ne
Hát köszöntelek, polgármester úr, ugye ez a mai gyönyörű szép április reggelét a tavunknál, a horgásztónál, és ugye ma volt a faültetés a gyerekeknek. Erről egy pár szót, ha el tudnám mondani. Igen, ez egy remek ötlet volt, amit utána később a testület magáénak érzett, innentől kezdve ugye az önkormányzat fővállalta ennek a szervezését, és hát meg is valósítottuk. Mindeközben kiterjesztettük, mert nem csak az ESZ-ben, illetve a tavalyi évben született, 2012-ben született gyermekeknek ültettünk fát, hanem 2010-től, és hagyományteremtés céljából gondoltuk ezt az akciót minden évben. Hasonló időben, amikor majd ti horgászok is csináljátok a tótakarítást, akkor le fogunk ide jönni friss, új szülőkkel és a gyermekekkel. Ugye a szülők ültették el, nagyját a szülők ültették el. Igen, ez is volt a cél egyébként, hogy a szülők azok, akik hát magukénak érzik majd ugye a fát is, meg aztán később a gyermekek is, ahogy növekednek, majd megnézik a saját fácskájukat, és gondozzák. És persze volt egy olyan hátsó szándék benne, hogy kimozdulnak otthonról, eljönnek erre a szép területre, és egyre inkább magukénak érzik az egész tavat majd. Hát mi nekünk is az a célunk, ez egy nagyon jó gondolat volt, köszönjük a nevünkben. Tehát ilyenekre gondoltam, hogy a fagondozás, ugye továbbiakban ugye nő majd a fafüvet, kegyér is, stb. És ez kinek a feladata, kinek a gondja lesz ezentúl? Arra gondoltunk, hogy ha lehet, akkor nem magunknak csinálunk ebből munkát, de természetesen, hogyha rá kell segíteni, akkor fogunk jönni. Úgy mondom, hogy a közmunkások be fognak segíteni, de elsősorban az lenne a cél, hogy hát a szülők, azok, akik gondozzák a fát, illetve a fa környékét is. A mi kertünkben olyan dió van, minden dió van, rádió van. Ha a diófát bekapcsolom, az egész kertben szól a dalom. Néha remek bonyoró, elmed arról a dió. A mi kertünkben olyan a szilva, minden szem meg van puszilva. Éjjel, amikor kúsznak az árnyak, egymásra hajolnak az ágak. Néha remek bonyoró, Ugye láttuk az előbb a kamerával keresztül, láttuk meg, ott voltam, és te is ástad a gödröt, ástad a fáknak a helyet. Igen, mert nem tudott minden szülő eljönni, bár én megmondom őszintén, arra számítottam, hogy egy 5-6 fa az, ami megmarad nekünk, hogy majd elültetjük, ettől függetlenül jóval több megmaradt, de hát bizonyára el voltak foglalva ezek a szülők, úgyhogy mi fölvállaltuk, elültettük, tehát minden gyermeknek el van ültetve a fája. 2010-től 2012-ig, és 13-ast hova ültetjük, azt is ide? Tehát jövő tavasszal, vagy valami van már, valami más ötlet, más terv? Elsősorban az az ötlet van, hogy végigültetjük, de hogyha végeztünk, akkor fogunk találni olyan területet még itt az önkormányzat, illetve hát a falu területén, ahova fogunk majd még fát ültetni. És akkor most képzeljük el, amit terveztünk, ugye ez megvannak most már a fák, az első lépés megvan, nagyobbik lépés megvan, most már csak azok a kövek kellenének, amik bemutatják Magyarország hegyeit, ugye csak egy tanösvényt csinálni itt a fák között, és akkor a tó túloldala egy ilyen iskolásoknak is. Ugye? Tehát ez... Igen, innentől kezdve szabad a gazda, tulajdonképpen csinosíthatjuk, szépíthetjük a környezetünket. Bármilyen ötletre fogékonyak vagyunk, de minden olyan ötletre vagyunk fogékonyak,
amely nem az önkormányzatnak ad feladatot, hanem ugye az ötletadó is részt vesz a megvalósításban. Hát reméljük így lesz, köszönjük szépen, hajrá! Köszönöm én is! Sea mío, mira que yo te quito.
Nagyon nagy sikerű volt a második alkalommal megrendezett repülőnap a Baracsi Kisapostagi Reptéren. Kérem, nézzünk meg ebből közösen egy aránylag hosszabb felvételt, amivel föleveleníthetjük a szép nyári időt. Emlékszünk rá, mekkora nagy hőség volt kint a repülőtéren. De azért bízunk abban, hogy az idén is jó idő lesz, mert természetesen 2014-ben is meg lesz tartva a repülőnap. So fast, this is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know. Nem egészen két évvel ezelőtt a két tulajdonos önkormányzat, Kisapostagi és Baracs, valamint az üzemeltető Dunaferr Repülőklub elhatározta, hogy létrehoz egy bizottságot, hogy hogyan tudjuk hasznosítani ezt a szép repülőteret a jövőben, és a sok-sok hasznos ötlet, információ meghozta azt a lehetőséget, hogy elhatározta akkor ez a bizottság, hogy egy repülőnapot fogunk tartani, és valóban egy évvel ezelőtt az első Baracs Kisapostag repülőnap megrendezésre került. Szerencsére jól sikerült, jól éreztük magunkat, és a szervezők úgy gondolták, hogy akkor megismételjük, és lám, itt vagyunk a második Baracs Kisapostag repülőnapon. A kezdeti nehézségeket túlszárnyalva éreztük azt, hogy nekünk még szükségünk van támogatókra. Ebből adódóan a közeli kisváros, Baracs szomszédja nagyon kedvezően állt hozzá, hogy csatlakozik a mi repülőnapunkhoz, és érdemben kivette a részét a szervezésből is. Itt kell, hogy megköszönjem Dunaföldvárnak, Dunaföldvár polgármesterének azt a segítséget, amit nekünk nyújtottak, és egyben kifejezem reményünket, hogy jövőre már a szomszédos másik kisváros is támogatni fog majd minket, és a harmadik Baracs-Kisapostag repülőnapon itt lesz Dunai Város polgármestere is mellettünk. Ez bizonyítja azt, hogy ez több település lakóinak szóló szerveződés, több mindenkit szeretnénk megismertetni a repüléssel, azzal a munkával, ami itt folyik, és egy kis bepillantást kapunk a mai repülővilágból. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és szép élményeket. Köszönöm. Szép jó napot kívánok én is mindenkinek, és nagy öröm nekem elsőnek, hogy itt lehetek önök között, Kisapostagon, és azt gondolom, hogy a legtöbb élmény az nekem ide vonz. Én valamikor itt kezdtem el 1979-ben megismerkedni a repüléssel, és nagyon közel állok személyes élményemmel is a repüléshez. Még nem lettem, és nem volt tisztességes hivatásom, ez pedig vadászpilótaként szolgáltam 16 évet, úgyhogy nekem nagy öröm, hogy itt lehetek önökkel, és nagy öröm az, hogy segíthettem ennek a megvalósulását. A két kollégámmal együtt én azt gondolom, hogy van lehetőség és térnyerése ezeknek a mindenkit megmozgató eseményeknek. A repülés az egy olyan dolog, aki mindenkit érdekel. Egy kicsit misztikum is sokak számára, de meg kell azt mondani, hogy nem misztikum, hanem meg kell szeretni, és minél többen kell, hogy megszeressék és támogatóként itt legyenek.
A jövőt tekintve én nagyon reménykedem, hogy ez az első, majd ez a második repülőnap, ez egyre kiterjedtebb lesz, és egy pár év elmúltával a Baracs-Kisapostagi repülőtér és ez a rendezvény, ez Magyarországnak egy olyan biztos rendezvény pontja lesz, amelyet nagyon-nagyon sokan fognak meglátogatni, és még több embert fognak elindítani. Én köszönöm, hogy eljöttek. Én azt gondolom, hogy jó dolog, hogy elfogadták a repülőklubnak és az önkormányzatoknak a meghívását. Mindenkinek jó szórakozást, érezzék jól magukat, és elvárjuk Önöket majd jövőre is a mostani rendezvény után. Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor vágjunk bele. We'll be right back.
Üdvözlöm a kedves nézőket! Itt vagyunk Baracson a repülőtéren. Ma van az egyik nagy esemény, amit nagyon-nagyon sokáig hirdettünk. Elég sokan megjelentünk itt. Mi fent vagyunk most itt a toronyba, és meg fogom kérdezni a repülés irányítót, Szabó Attilát, hogy mivel is foglalkozik, és mi az ő feladata. Hát feljöttünk ide az irányító toronyba, ahova azt hiszem nem mindenki jöhet fel, és nem mindenkinek lehet így itt körülnézni. Elkaptam Szabó Attila urat, a repülés irányítót, hogy beszéljen nekünk egy kicsit arról, hogy mi az ő feladatai itt, amivel vezényli itt a repülőket, mert gondolom az a feladata, hogy ön engedi föl a levegőbe a repülőket, irányítja a különböző, de hagyom is, hogy ezt ön mondja el nekünk. Milyen érdekes az élet, ebbe a másodpercen most be kéne szólnom pillanat türelmét. Nyugodtan. Ismételjétek? Eléggé. Mielőtt erre válaszolnék, szeretettel üdvözlöm én a Baracs TV nézőit, a második repülőnapunk alkalmából, és gratulálok is egyben a falunak, hogy ezt megszervezte a repülőklubbal közösen, és mi nagyon szeretnénk ebből hagyományt teremteni, ezt a lehetőséget pedig továbbfejleszteni. Röviden a későbbi életünkről, az pedig, hogy nekem mi a feladatom, én vagyok a repülésvezető, gyakorlatilag a repülőgépeknek, a légijárműveknek a földön történő koordinációja az én feladatom, illetve hát a repülés közbeni elkülönítések, lefelszállások koordinálása, röviden ennyi. Ön szokott repülni? Igen, én aktív pilóta vagyok, mezőgazdaságban repültem nagyon sokáig helikopteren, most pedig Tökrön dolgozom, ott is repülök, ha van mit, és repülésvezető vagyok. Tehát a munkája is, tehát ezt nem hobbi szinten műveli, hanem ez a munkája igen, is. Igen, nekem ez a munkám is, de mondhatjuk azért, hogy hobbi is. Pillanat üremet. Mondjad, Gabi! Oké, mehet. Most éppen pont arról van szó, hogy a bejelentkezett repülőgép megkezdi a műrepülését. Talabos Gábor, a Legendák a levegőben programnak az egyik kitalálója. Ez alatt azt kell érteni, hogy ez a repülőgéppel nyerték meg 1964-ben. Igen, hallgattam az elég régi gép. Igen. Ezzel a típussal, nem pont ez volt az a repülőgép, Tóth József nevű pilóta kollégánk, és a Gábor most ezt a programot repüli le, amivel akkor nyertek világbajnokságot. Ez egy személyes, vagy két személyes ez repülő? Igazából két személyes repülőgép, mert ez kiképzőgép is. Kiképzőgép. Tehát ezzel oktattuk régebben, ilyenekkel oktattunk régebben pilóta növendékeket, de műrepülőgép is, tehát korlátlanul műrepülhető. Hát persze természetesen a lehetősége ennek a gépnek jóval szűkösebbek, hiszen ez közel 50 éves típus. A maiak már azért nyilván. Biztos, hogy modernebbek. Modernebbek, jóval drágábbak is, igen, zajosabbak is, de gyönyörű programokat tudnak lerepülni vele. Majd jeles repülőbarátaink, Besenyei Péter, nagyon várjuk. Nádas Tamás, Veres Zoltán, hát ők meg bemutatják a mai kornak a technikáját, és mit tudnak vele repülni. Még egy kérdésem lenne, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki ilyen repülőgépet vezethessen? Mondjuk, ha én szeretnék egy ilyen repülőgépet vezetni, akkor mit kellene nekem tennem? Hát alapvetően ugye pénzkérdése. Hát sajnos, igen, azt gondoltam. Sajnos ma már ilyen állami szintű oktatások, mint régen volt a Malév iskola, vagy mezőgazdasági főiskolán, ahol én is tanultam, sajnos ezek már megszűntek, illetve nagyon-nagyon korlátozott létszámban vesznek csak föl. Malév ugye meg is szűnt. De, hogy visszatérjek az eredeti kérdése, hát egy megfelelő repülőorvosi vizsgálatot követően, hát egy több tantárgyból álló tematikát el kell sajátítani, illetve nem is a tematikát, hanem a tematikában foglaltakat meg kell tanulni, abból vizsgázni kell, és 45 óra repült idő után kap a
delikvens szakszolgálati engedély. Tehát nem jogosítványnak hívják, igen, hanem szakszolgálati engedélynek. Valójában az jogosítvány. Hát ez persze attól függően, hogy milyen típusú géppel kapja a kiképzést, hát elég tág viszonyok, elég tág határok között. Tehát, ha egy ilyen gépen tanulok például repülni, akkor másfajta gépet is vezethetek, vagy az megint egy másfajta tanulási módszert kell, hogy végig vigyek? Tehát, minden egyes típust külön-külön kell megrepülni. Tehát, és mindenből külön kell vizsgázni? Mindenből külön kell vizsgázni, de akkor az már nem olyan, mint az alapképzés, hanem akkor csak egy típus átképzéssel már át lehet ülni. Tehát van egy főképzés, és azokon kívül még, azon, vagyis azon belül még lehet több repülőgépen is letenni. A képzés, igen, az a 45 óra, és utána fokozatosan lépnek előre a pilóták, kinek mi a célja. Közben Attila itt folyamatosan dolgozik, és irányítja itt a repülőket, úgyhogy nem tudok vele folyamatosan beszélgetni, csak egy-két kis mondatot tudok elkapni vele. Úgyhogy még visszatérünk majd egy kicsit a beszélgetésre, hogyha a feladataidat elvégezted. Köszönöm előre is, és köszönöm ezt a kis beszélgetést. Erről a repülésről egy kicsit, már akkor tényleg foglalkozol a repüléssel. Milyen repülőt vezettél? L-39-es, MiG-21-es, US-ULM-et, MF-et viszel. MiG-29-es repültem Hawkon, Gripen, F-14-esen, F-16-oson. Hát ez nem semmi. És mai napig is foglalkozol, vagy ezt hobbi szinten csinálod? Napig repülgetek kisgépig, egy 150-es, aztán Moraván, a Corbuson voltam nagyon sokáig berepülőpilóta, és mellette megvan a Bulldog, az SK-60-esen repülgetek. Tehát van egy jó pár ilyen típus, amit repülök. Most így kezdve a motoros sárkánytól fogva a Movitot repülő, a motoros vitorlákat, tehát igazából próbálom szétágaztatni többfajta típus repülni. És oktatással is foglalkozol? Az oktatóim is, igen, persze, természetesen. És ha én jelentkeznék hozzád, akkor megtanítanál engem repülni? Ezt meg lehet tanítani, csak ez van egy szabály, ami oktatói szervezethez kell, hogy tartozzon. Én most jelenleg hiába van meg az oktatóim, nem tartozok repülőszervezethez, bármikor csak igazából annyi lenne, hogy az ember beiratkozik valahová, bárkit meg lehet tanítani. Úgy mondom, meg kell próbálni. Általában az ember szelektálja, hogy ki az, aki alkalmas. Sok ember persze alkalmas. Tehát egészségügyileg azért nagyon meg kell felelni ennek, nem? Nem az. Most én most civil repülésről beszélek, ugye? Itt az orvosinak nyilvánvalóan van annak is egy orvosi vizsgálata. Az ember utána, ha megvan az orvosi, akkor egy elméleti felkészülés. Ha az megvan, akkor gyakorlatban az ember minden elmond, hogy hogyan kellene repülni, mit kell tudni a gépről. Teljesen. Én például úgy szeretem, hogy mindenkit átlócetik a gépről felvilágosítani és vészhelyzetekre felkészíteni. És amikor már megfelel mindennek, és eltéréseket beviszik egy repülésbe, azokat tudja valaki helyreállítani, tehát kapásból, csipőből megcsinálni, azután tudnám biztonságosan a lelkismeretre alapozva kiengedni önálló repülésre. Nagyon izgalmas lehet. Mióta csinálod ezt? Mióta foglalkozol ezzel? 86 óta. 9 évesen repültem már sugárhajtású gépen egyedülként az oroszoknál, tehát én ott végeztem a Szovjetunióban. Nem töltöttem be még a 20 évet, és akkor oroszul rádiózva, oroszul beszélve 19 évesen. Óriási élmény, szerintem ez minden fiú álma, én úgy gondolom. Én úgy érzem, hogy ez egy kellemes volt. Én nem bántam meg azt, hogy vadászpilóta voltam, tehát több mint 20 éven keresztül repültem vadászgépen. Vagy hát igen, úgy mondhatni, sugárhajtású gépeken szerettem. Tehát összerepültem körülbelül 2200-2300 óra, és van 4500 felszállásom hozzá. Azt mondom, ez ámulatra méltó. Szerintem ez... Jó dolog, igazából. Épp beszélgetünk itt a Lajosékkal is, hogy ez egy olyan, ami az embernek az, hogy a levegőben van, hogy élvezi a háromdimenziót, élvezi azt, hogy hogyan lehet egy gépet, ami rá van bízva, abból kihozni a maximumot például. Az, hogy élvezi, és a háromdimenzióba közlekedni, tehát forogni mindent, az gyönyörű. Ez a mérhetetlen szabadság, igaz, ami fent van a levegőben? Igen, hát ezt tudni kell, ezt élvezni kell. Tudni kell, hogy mit szabad megcsinálni, és hogyan, persze. Lehet az ember sok minden megpróbálhat, kiúszhatja a gép határértéke, ide tudni kell, hogy hol van. És ilyen időben is nagyon észre kell lenni, mert meleg van, híg a levegő például. Hát igen, el tudom képzelni. Még annyit szeretnék tőled megkérdezni, hogy ebből meg lehet élni?
A melyikből? Tehát a repülésből, tehát ezzel foglalkoztál, vagy most is ezzel foglalkoztál, ebből élsz most is? Nem ebből élek, a Magyarországon, a kisgépes világból megélni valaki nagyon nehéz. Tehát az embereknek a pénzhiány, ez mindenhol jelentkezik. A repülésbe szintén, utánpótlásokban, a kiképzés is millióba kerül. Ha valaki el akar érni egy motoros repülőgépet, csak az, hogy fel is leszállhasson önállóan, az már eleve egy a 1,5-2 millió forintnál indul alaphangon. Tehát akkor azért ezt nem mindenki engedheti meg magának, mert nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Néhány 100 000 forint a vitorlázó kiképzés, a motoros sárkán is az 100 000-es nagyságrendű, de a PPLA, például A-kategóriás repülőgépen, ami tanúsítványra rendelkezik, azokkal valaki repülni akar, óránként 30-40 000 forint annak a béleti díja, úgy nagyon sok. 45 órát hozzáteszünk, már ott van az is 1,5-2 millió forint körül. Tehát nem egy olcsó dolog repülni, és azt karbanként tartani. Igen, és úgy tudom, hogy Magyarországon már nem is oktatnak repülőpilótákat, tehát most már Magyarországon nem is lehet ezt tanulni, vagy rosszul tudom? Rosszul, mert vannak kiképzők, vannak az autózsíróknál is indult, ami kimondott, motorossárkánynál is vannak kiképzések, most egy pillanatra áll, egy pár hónapig áll a hatósággal való, ez hosszú téma, tehát itt még áll a kiképzés, de folyik, ha kell, ha lenne jelenkező, a motoros gépeken, helikopteren, majdnem mindenfajta repülőeszközön lehetne kiképzés. Csak azért nincsen, mert az embereknek kevés a pénze. És hogy állnak ez a lányok? Vannak lánypilóták? Biztos, hogy vannak lánypilóták, tehát ugye a civilben is. Katonai pilóták közül vadászgépen nincsen, jelenleg katonai jön, aki repülne. A civil szférában vannak természetesen női pilóták. De lehetnek katonai gépen? Lehetnének, csak meg is próbálták, Kanadába kimentek, csak nem sikerült nekik. Tehát szelektálták őket, ennyi. Mi az az ok, hogy egy nő nem tud megfelelni ennek a feltételnek? És nem csak nő, férfi, akik között is van szórás. Az, hogy hogyan látják a dolgokat, tehát a levegőben, ez a situation awareness, helyzetfelismerése milyen, akkor hogy halad a programban, az oktatója hogyan ítéli meg az ő program felkészültségét, ez mind meghatározza, és hogyha a bizonyos dolgokat nem tud már teljesíteni, akkor oda ne tanácsolják, tehát elküldik. Ennyi. Értem. Az észni kell lenni folyamatosan, karban kell tartani, folyamatosan bizonyítani kell a tudást. Tehát nem úgy, hogy valakit kiképeznek, és akkor például nálam meg volt, hogy éjjel-nappal hadrafogható voltam, az azt jelenti, hogy minden időjárási viszonyok között nappal-éjjel, bármiben, akár köteleiben repültünk, ez nekünk meg volt a kiképzési szintünk. Ezt hívják első osztály pilótának a katonai nyelveken belül, ez volt régebben. És utána, hogyha sokáig 10 éven keresztül ezt megvédte, akkor volt meg az aranykoszorú hozzá. Tehát az egy ilyen minősítése már a pilótának. Értem. Még amit szeretnék tőled megkérdezni, hogy itt látunk a Földön elég sok repülőgépet, hogy milyen fajta repülőgépeket láthatunk itt a Földön? Itt például ott van egy Tucano, amit látunk, az egy kisgép, dunajvárosi repnapon, eleve Dunajvárosban itt több ilyen Tucano van, tehát az országban az olyan repülőt, a legtöbb ilyen típus előfordulhat. Egy ultrakönnyű repülőgép, ultrakönnyű azok a repülőgépek, amelyek a 472,5 kg-nál nem nehezebbek. Az azt jelenti, hogy 450 plusz 22,5 kg mentőernyőre, ami van adva. Ez a teljes maximális felszálló súlya a repülőgépnek. Aztán vannak távolban milyen gépeket látunk. Azok is, az is UL-e, például Cessna 150-es gépet látunk. Akkor a tréner, amivel repült a Talmácsi, ott van a Besenyének a gépe. Az egy ugyanúgy folyamatos ilyen gépeket látok most a közelben. Motoros sárkányokat láthatunk azon a részen, felsőszárnyas gépeket. Tehát az UL és az A-kategóriás gépek motoros sárkányokkal egybekötve, ezek vannak most itt jelenleg. Értem. Még egy kérdésem van hozzád. Lehet, hogy butaságot fogok kérdezni, nem tudom. Azért én megkérdezem, mert engem érdekel, hogy ilyen nagy személy utasszállítót vezethetsz-e? Nem, ez minden gépre van. Én például azt a gépet sem vezethetném így. Hiába van mögöttem ennyi repülő, külön kellene típusvizsgát tenni. Tehát az olyan, hogy mintha valaki akarna kategórián belül átmenni személygépkocsiba a teherautóra, kell neki vizsgázni. Itt egy másik típuson belül, még hogyha megvan nekem a típus bizonyítványom, akkor is az adott típusra vonatkozó különbözetet, vizsgát meg kell tenni. Értem. És nem vonzott téged az a nagy repülő? Vonzott, de én nekem az a véleményem, hogy az utasszállító pilóta nem igazából az a fajta pilóta, aki azt a szabadságot a levegőben megkapja. Tehát nagyon lekötött a kezük, korlátoltak úgymond a lehetőségeik repülésre. Nagyon sok a rólpilóta, aminek repülni kell. Az igazi repülés, amit szabadságot kap az ember, akár mint a motoros sárkány, ami most száll le például, vagy akár egy műrepülőgép, ami van, sokkal szabadabb, és nem lehet összehasonlítani egy utasszállítóval. Az a pénzes része, ez a másik, ez meg a hobbi része, az élvezetes része. Igen, meg hát gondolom, őnekik azért mögöttük hatalmas nagy felelősség van, és rengeteg utas van mögöttük. Vagy ez nem befolyásolja azt, hogy
hogy kérdezzem azt, hogy érthető legyen a kedves nézőknek is. Tehát ő azért is nem érezheti ezt a szabadságot, tehát folyamatos olyan figyelemmel kell lennie, gondolom, a gépen. Tehát sokkal nagyobb felelősség van rajta, nem? Elmegy egy kis géppel valaki, és egy kis gépbe esik egy iskolába, vagy bármivel a pilotája elszúrja, ugyanúgy a felelősség megvan. Tehát mindegyiknek ugyan megvan. Igen. Tehát a levegőből, hogyha leáll egy gépnek a motorja, való kényszert, és a pilóta nem erre gondol, úgy, hogy ki lehetne kellemetlen helyzet. De nem erről szól a repülés története. Van ez is, a pilótának általában kalkulálnia kell az, hogy a gép az, hogyha történik vele valami, akkor hová teszi azt le. Főleg az utakönnyű gépeknek bármikor leállhat a motorja. Míg az A kategóriás, az már eseményszámnak számít, hogyha leáll a motor. Ez a nagy különbség a kettő között igazából. Vele történt már olyan dolog, hogy olyan nehéz helyzetbe kerültél, hogy a levegőbe meg kellett oldanod olyan problémát, hogy vészhelyzetbe kerültél, vagy veszélybe kerültél? Minden pilótán, amivel több mint 20 éve repülök, többször mondják, hogy van születésnapom, egyéb ilyeneket, több ilyen volt. Tehát igazából egy katapultálás, ami olyan van, az... Volt benne részed? Hát igen, volt sajnos. Azt a mindenit. Hát nem semmi azért, ami mögötted van. És megmondom őszintén, hogy egy kicsit irigyellek is. Én nagyon-nagyon kipróbálnám ezt a dolgot. Azt nem. De ezt a repülést, egy csodálatos dolog és hatalmas nagy szabadságérzet lehet. Repültem már, ilyen gépen nem repültem, de utasszállítón igen, de gondolom, hogy teljesen más az érzés, azért nem olyan. Teljesen más egy utasszállító, más egy motoros gépen, más a vadászgépen. Vadászgépnek a sebessége 340 méter per szekundum az emelkedő képesség. Egy másodperc alatt 340 méter tud felfelé menni. Úgyhogy maximális emelkedő képessége. Sebességben magsebessége 2450 például a 29-esnek, az a hangsebesség a 2,35-szöröse. Tehát azok a gépek, amit szoktunk látni, és ilyen csíkot húz maga után, igaz? Nem? Az se. Mert azért van, mert kondens csíkot húz, a kondens csík az pedig bizonyos részben a tropopauzában jelentkezik, vagy túl vízcseppeket kiváltja egy mozgás, bármilyen mozgás, akár a repülőgépek az áramlása, a kiáramló gázok, minden, ezek kiváltják a kicsapódást. És a kicsapódás, a párakicsapódás, túl vízcseppek kicsapódás, ez a kondenség. Tehát azért látjuk a fehér csíkot. Az a fehér csík azért van, azért abban vannak az utasszállítóknál, vagy bármi, ha én eldobnék egy fagyit, vagy ezt a mikrofont, vagy bármit, az ugyanúgy húzza maga után kondens csíkot. Komolyan? Persze minden, egy teljesen túl stacionális átrendszerből kimozítom a vízcseppeket, utána az kivárjuk. Olyan, mint amikor egy füdék flakul, amikor túl kim van mínusz 5-10 fokba, és utána megráz az ember, megráz és onnantól fogva bejegesíti pillanatokat. Ugyanez van fent. Hát, nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő információ áradatot, amit kaptunk tőled. És az, amit láttunk, az egy gyönyörű műsor volt. Milyen figurákból állt ez össze, hiszen próbáltuk Topival azért itt végignézni, és egy kicsit segített nekem itt a magyarázkodásban. De milyen figurákat lehet megoldani ezzel a géppel? Hát ez nagyon nehéz kommentálni, mert én magam sem tudnám ezt kommentálni, hiszen alapfigura, vagy ilyen közismert figura kevés van benne. Elég sok a kombináció, meg az ilyen egyéni ötlet, meg ilyen trükkfalkok, aminek igazából nincs is neve. Úgyhogy hát egy alapvetően alapműrepülő figurák vannak kombinálva saját elemekkel. Tehát így lehet a fogalmazni. Az, hogy rengeteg eredményt ért el, ugye sajnos most a Red Bull egy kicsit pihen, az mihez köthető és mikor indulhat újra az a versenyprogram, amiből tényleg ennyire jól ismerjük az eredményeit? Valóban volt egy pár szünet most, de az örömmel mondom, hogy pár hete kint voltam Szlovéniában, és új kapukat teszteltem, ami azt jelenti, hogy valamit komolyan gondolnak. Sőt, még ezt megfejelve, ezt követően egy hét múlva volt egy edzőtáborunk, 14 régebbi versenyzővel és 6 új versenyzővel, tehát 20 pilóta részvételében volt Szlovéniában edzőtáborunk, ahol pályát repültünk, ami, hát most nem akarom kimondani, de mindenképpen arra utal, hogy hamarosan újra fog indulni a verseny. Hát ez nagyon jó lenne, hiszen azt gondolom, hogy a repülés szerelmesei nagyon várják ezt, és hogyha lehet azt mondani, hogy a bajnokok ligája mondjuk a labdarúgásban az, ami nagyon tudja népszerűsíteni a sportot, akkor azt gondolom, hogy a Red Bull az meg főleg, és mindenféleképpen új kihívásokat, új gyerekeket is vár akkor talán a repülő szakosztály. Népszerűbb ettől egyébként a repülés a Red Bull-re szinten? Úgy gondolom, hogy igen, ez a Red Bull ér része egy új színfoltja a polgári és a sportrepülésnek. A repülés szerintem közel hozta a közönséghez, hiszen kis magasságban repülünk, nagy sebességgel, akadályokat, látványos helyszíneken, tehát maga a versenyeremény is érthető, hiszen időről szól, sebességről szól, tehát óriási a névetsége, nem ritka volt olyan helyszín, ahol egy, másfél, sőt volt, ahol 2 millió néző volt én a helyszínen. Az fantasztikus. Mi lesz a következő, ahol lehet Pesenyi Pétert látni? Jövő héten megyek Ausztriába, Zeltvédbe, a Real Power Air Show-ra.
Ezt kérhetítenem, ha minden évek, akkor Dunai, most van Nyíregyháza, Nyíregyháza, utána megint Ausztria, majd a keskeméti repülőnapok, aztán megint külföld. Úgyhogy itthon már nem tudom, hogy az utolsó eszembe Nyíregyháza lesz. Szándékos volt egyébként ez a kérdésem, nem csak ezért, mert szokásos, hanem azért, mert hogyha itt körülnéz, akkor én azt gondolom, mivel a Duna közelsége is itt van, és rengeteg tavunk van, ezért van köztünk sok horgász. Tehát a horgászatot azt gondolom, hogy nem hagyhattam ki ebből a mostani beszélgetésből. Nem tudom, hogy láttátok-e Péternek a horgász műsorait, ott, ahol mindenféle extrém nagyságú halakat akasztott meg teljesen véletlenül. Szóval mikor lesz idő a horgászatra? Hát az ilyen, az nekik időt, úgyhogy most aki még nem látta volna, pár hete is fogtam egy olyan volt, amit még fényképes láttam eddig, egy olyan 170 kilós óriás gruppel. Ilyet is olyan fogtam, ekkora volt. Tényleg ekkora volt. Össze volt kötve a keze, úgy mutatta közben. Szóval igen, ekkora szeme volt, ahogy szoktuk ezt mondani. És milyen hal ez? Giant grouper, óriás grouper. És ezt hol lehet fogni? Ez kint volt Floridában. Tehát Floridában lehet ilyet fogni, ez azt jelenti, hogy fönn voltak egy jakton, és akkor ez vonszolásos horgászat vagy? Hát, egy 6 méteres csúrak vagy jakt, akkor igen. Tehát akkor végül is igen, mekkora élményt jelent egyébként egy ekkora hal, mennyit kell vele küzdeni? Hát kb. Egy órás kőkemény küzdelem, de hát jelentem a halat fotó után visszaengedtük nyilván, de hát nem volt egyszerű kivenni sem. Mert 170 kilós országot, hárman kellett volna, hogy becipáljuk a hajóba, a hajó majdnem fölborult tőle. Fotó, aztán meg visszaengedtük. Azt egyébként tudom nagyon jól, hogy a repülősök nagyon figyelnek a természetvédelemre, a környezetvédelemre. Mennyire fontos ez tényleg repülős szemmel? Mindenképpen gyerekkorom volt a horgászom, 4 éves kor. Azt mondom, hogy a repülésnél korábbi szenvedélyem a horgászat, hiszen 4 éves korom volt a horgászom. És nem okozott a halfogás miatt, hanem ott lenni a természetben. Belebámulni a vízbe, a vadkacsák közé, meg a békák közé. Beleolvadni a természetbe, hanem nagyon klassz dolog. Én meg annak örülök nagyon, hogy a végén az első komolyságból átmentünk odáig, hogy Besenyei Péter itt mosolyog mellettem, úgyhogy a horgászattal sikerült ezt kihozni. Én nagyon nagy tapsot szeretnék kérni Besenyei Péternek. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Füstelőnök előtt tisztelegve, elindul már is a magas égbe, a gyönyörű csodai kisaposztaki tiszta kék égbe, és egy csodálatos filmukfencet mutat, amiből Kubáni lesz tanítom. Igen, kiforgatta, mint egy 60 fokos szögben közelíti meg a földet, és finom mozdulattal fölvette. Gyönyörű ez az ív, gyönyörű ez az ív, hölgyeim és urak, igazán nem látom, mert eltakarja a sátor, ettől függetlenül még az bizony gyönyörű. Tehát, most ott a tetején meg, hát ilyenkor kávézik. Tetszenek látni? Tehát füstöl a kávéfőző, bedob egy feketét, azt a biztos, ami zér, ottan a pult se láttam. De láttuk benne, Tomi? És már is üljen lefelé. Ilyenkor gyűjti a sebességét, az alsó pontban minden 400 km/h sebesség gyorsítja fel a repülőgépet. Ennél a résznél tulajdonképpen helyezkedik, megkeresi azt a pontot, ami most éppen nem kifejezetten volt jó, vagyis, hogy a napotól elrébb kell, hogy csinálja, de mindezt rádió megoldjuk, hogy egy kicsit úgy legyen, hogy önöknek is tessen. Uraim, a Facebookon már is 18 gólya és 36 sas lájkolt ezt a figurát. Tessenek utána nézni, eldobta, ott füstöl, Istenem, és belehullik a saját füstjébe. Velem is volt ez egy átfulatott éjszaka után, de ott nem füst volt. Így van, gyönyörű szépen, függőleges orsodra közelíti meg egy a sebességet gyűjtikába. Itt az alsó pontban, amit egy 100 méterre van, és mutatja meg tulajdonképpen ezt a bizonyos 1 másodperc alatt többet fordulok, mint amennyit ti meg tudtok különböztetni figurát. Kis népteni, gyönyörű volt, hát megcáfolta a fizikát, hát a repülőnek az orral előre kell repüljön, mert nem a szárnyon belé, Tomi, nem mondta ezeket senki, szóljon már neki valaki ott a közelében van, már megint ezt csinálja, ezt kell csinálni, Tomi, ezt kell csinálni, ezt mert tetszik nekünk, gyönyörűen csinálom, fantasztikus! Fantasztikus, hölgyeim és uraim! Tessenek csak nézni egy picit, itt dobok egy kis kólát az arcomban, mert kiszáradt a nagy idegtől. Nagyon szépen csinálják. Tessenek látni ezt a halál pontos kis figurát. A füst egyébként a ricinus olajat fecskedett a kibufogóra, és ez mutatja meg azt, most megállította a légcsavarot, ott pörög egy helybe. Tessenek meg, gyönyörűen, függőleges, ez fantasztikus, nehéz figura, fantasztikusan nehéz, és belebuktatta, háton veszi ki belőle. Ilyenkor tulajdonképpen vezethetetlen a repülő, de attól mi mégis tudja valahogy vezetni,
beszélni. Ez a fiú valami olyat tud, amit a világon senki nem tudott. Ezért tett ő a mi világbajnokunk. Nálas Tamás, jegyezzék meg a nevét, és nézzék meg a Facebookon és az összes ilyen elérhetőséget, mert imádja magát juttatni, mint a Lilo Aristja. És gyönyörű szép figurákat repül nekünk, és megörvendeztet ebben a repüléssel bennünket. Csodálatos, hölgyeim és uraim, csodálatos. Abban a pillanatban, hogyha egyetértenek, akkor nézzenek az ég felé. Látom, mindenki egyetért velem. A füstölővel azt a részt tudjuk mutatni, hogy mennyire korrekció nélkül történnek a figurák, tehát amikor belehelyezte egy figurába, onnantól kezdve nem mozgatja el, hanem szépek kerekek ez a hívek, tehát nem rángatja, hanem oda teszi a kormányt, és onnantól kezdve ott van. Ez a versenyen is kötelező egyébként, mert ebből látják a versenybírók, egy több kilométeres kuckába kell repülni ezt a versenyt, és ebből látják a versenybírók azt, hogy megmaradt-e a helyén az illető kompolgár, és kellett-e korrigálni, vagy egy mozdulattal helyére tudta tenni, mert itt tényleg század milliméterek és század másodpercek döntenek már ebben a magasságokban. Igen, és fölfelé is a szárnyára eldobta, fölfelé is. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz figura ez, amit láthatunk, hölgyek és úr. Ismételten megállította a levegővel, és most ebben a pillanatban tulajdonképpen a füstölőt, ahogy levette, illetve ráadta, tetszettek látni, hogy mennyire föl van forrósodva, hiszen alapjárati motornál is azonnal elindult ez a füstölés. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ki van hegyezve, tehát 100%-on forog ilyenkor a motor. Ez egy dobott figura, tulajdonképpen a három tengelye körül forgatja egyszerre a repülőgépet ilyenkor a pilóta. Ez azt jelenti, hogy hol oldalra koccantja be a fejét jobbra, hol balra, hol hátul, hol pedig a műszerfalat fejeli le, és amikor már ezt így megcsinálta néhányszor, akkor kell kiszámolni, hogy körülbelül milyen irányba van. Tessenek nézni ezt az ívet, mennyire gyönyörű, szép ez az ív. Ez a végtelennek a fele. Hölgyek és urak, megpróbáljuk a lehetetlent, beszélni fogunk a Tamással, és olyan kérdéseket fogunk föltenni a Tamásnak, amire nem mindig lehet válaszolni egyszerűen, de ő megpróbál. Tomi, mutasd meg nekünk, légy szíves, hogy hogyan és milyen formában szeretjük mi pilóták a csajokat. Mutasd meg, kérlek, most mutasd meg, Tomi, na most mutasd meg. Úgy forgolódik, háton, hát persze, igen, maradj már, nézd, hogy kinyomja háton még egyszer, na ne izé, ma 20 évvel ezelőtt lehet, mert ezt már csak filmen láttam, ez tudni, és háton kinyomás, hölgyeim és uraim, nagyon filigránra kell lenni olyannak, egy füst, két füst, három füst. Emma tuti hányi, hölgyeim és uraim, mert ilyen komán nagyon kell, apusztalanyi. Hangja is van, ez éppen hátul, maradj már, ilyeneket, hát nem szabad ennyi ember előtt ilyet csinálni, hát így tanítottalak téged, te. Jaj, Istenem, picit szemtelen gyerek, hogy best tudják, hogy van. I'm waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust, I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm
És a repülőnap után ismételten térjük vissza a beruházásokhoz. Egy kis helyszíni riport Várai Róbert polgármester úrral a csatornáról fogunk beszélgetni, meg a többiekről, hogy mi is épül a faluba, mi is lesz a Széchenyi úttal, ezt kérem, elindult tekintsük meg. Elindult a Széchenyi beruházás második ütemeit Baracson. Hol tartanak a munkálatok? Igen, egy hónapja körülbelül, hogy elindult a beruházás, ami azt jelenti, hogy nagyobb gócpontokon kezdték. Itt, ahol most mi állunk, itt a Széchenyi utcának a felső tópart fölötti része, és a Kokasdi út az, amelyik az első nagyobb csoportot mutatja. Tehát itt a bekötések már megindultak. Ez mellett ugye a Baracsi szóba és a képújságban még folyamatosan írjuk, hirdetjük, hogy melyik utcákban mikor lesznek majd ugye az ásatások. Azt kell tudni a beruházásról, hogy reményeink szerint az év végére elkészül. Nagyon szeretnénk, hogyha készen lenne a teljes mű. Tulajdonképpen azt is meg kell említeni, hogy vannak már bizonyos kifogások is. Számítottunk arra, hogy lesznek olyan lakosok, akik esetleg nem lesznek megelégedve azzal, ami a tervben szerepel. Ebből adódóan én most szeretném elmondani a tapasztalatokat. Az első az, és több telefonáló is megerősítette, hogy a tisztító akna a ház előtt van, az ablak alatt van, vagy különböző számára nem előnyös helyen van.
Azt kell tudni róla, hogy ha megkérdeznek mást, aki az első ütemben már szennyvízzel rendelkezik, én is elmondhatom, hogy az én házam ablaka előtt egy olyan 6-8 méterre van egy tisztító akna, és semmilyen szaghatás az aknából nem jön föl. Tehát ezt úgy kell kezelni, hogy a tisztító akna arra szolgál, hogyha dugulás van a rendszerbe, akkor azon keresztül lehessen ugye hozzáférni a csővezetékhez. De gyakorlatilag a csőben nincs szennyvíz, illetve ami szennyvíz képződik, az rögtön elfolyik, majd azt követően ugye bekerül az elszállítási rendszerbe, és el is folyik a településről. Tehát valójában nem lehet szaghatás a tisztító akna közelében. Ezen kívül, hogyha valakinek más problémája adódik, vagy valamit nem ért a tervből, akkor elsősorban a zöld számot hívja. Zöld számnak nevezzük azt a számot, amit ingyenesen lehet hívni. A honlapunkon és az újságban is közzé tesszük természetesen, és a képújságban is látható lesz az a szám, amit díjmentesen hívhatnak. Ott az ügyfelesnek el kell mondani az adott problémát. Arra viszont számítani kell, hogy az ügyfeles az nem fog rögtön olyan választ adni, ami műszakilag elfogadható akár, hiszen ő nem ért hozzá, nem ért a csatorna beruházáshoz, az építéshez. Tehát ő föl fogja venni a panaszt, és a panaszt utána továbbítani fogja megfelelő illetékes műszaki szakemberhez, és a műszaki szakember fogja megadni a helyes választ ezt követően. A korrekt és mindenre kiterjedő válasz. Tehát mindenféleképpen a zöld számot kell hívni panasz esetén. Hiába hívják a polgármesteri hivatalnak az ügyfélszolgálatát, az ott lévő köztisztviselő nem fog tudni autentikus választ adni a csatorna építéssel kapcsolatban. Tehát még egyszer mondanám, hogy a zöld számot, amit minél több helyen ki fogunk plakátozni, hogy elérhető legyen. Azon keresztül megy a kommunikáció. Azon kívül tulajdonképpen azt kell megemlíteni még, hogy többen ugye az előbb említettekből adódóan is kifogásolták a tervezést. A tervezésnek olyan szakaszában vagyunk, amikor már változtatni nem lehet. Engedélyes tervünk erre a beruházásra ilyen feltételekkel szól. Ezt a pályázatot nyertük meg, tehát innentől kezdve minden egyes méter eltérés az azt vonja maga után, hogy egész egyszerűen a pályázat kifizethetősége kerül veszélybe, tehát több szempontból is azt kell mondani, hogy ami most a tervben szerepel, az úgy lesz megvalósítva. De mert hogy azért az élet hoz mégiscsak más helyzeteket, kénytelen vagyok azt is beismerni, hogy vannak olyanok, amikor a tervtől el kell térni. Ehhez van nekünk a FIDIC mérnökünk. A FIDIC mérnök ugye az, aki a műszaki ellenőri tevékenységet végzi, és amikor a kivitelezők egy olyan problémába ütköznek, amit a terven előre nem lehetett látni, akkor van nekünk a mérnökünk, aki egy személyben jóvá hagyja a terv módosítását, majd azt követően az egész projekten végigvezeti ennek a módosításnak a financiális hatásait is. A lakossági szennyvízelszállításban milyen változások várhatók a jövőben? Nagyon nagy változások várhatók a jövőben. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy óriási problémát jelent nekünk az, hogy a szippantás az hogyan lesz megoldva. Addig is, amíg a beruházás tart. Ugyanis minden szippantós, minden településen kezdeményezi a szerződésének a felbontását. Félreértés ne essék, nem a szennyvíz csatorna kiépítése miatt történik, hanem egész egyszerűen azért, mert rezsi csökkentés van 10%-kal kisebb díj, azon kívül pedig ugye az úthasználatért kell fizetni. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 2 évben nem tudtak érvényesíteni áremelést, 2 évvel ezelőtti árakon dolgoznak, nálunk is a helyi szippantónk, szennyvízelszállító kisiparosunk, egész egyszerűen gazdaságilag nem éri meg neki.
Éppen ebből adódóan a kivitelező cég vezetőivel fölvettük a kapcsolatot. Lehetőség szerint 2013. december 31-éig valósuljon meg a csatornaberuházás. Ugyanakkor a szippantósunkkal megegyeztünk abban, hogy ugyan szándékozik fölmondani a szerződést, de 2013. december 31-éig mindenféleképpen szállítsa a szennyvizet, hiszen szerződésünk is érvényben van. Viszont nekem kérnem kell a lakosságnak a türelmét, ugyanis kétségtelen tény, hogy az eddig Mezőfalváról bejövő, rásegítő szippantós egész egyszerűen bejelentette azt, hogy gazdaságilag ez neki nem éri meg. Ebből adódóan ő már ezt a rásegítést nem végzi. Tulajdonképpen a mi egyszem szállítónkra vagyunk hagyatkozva, akinek a technikája nem mindig üzemkész, sok probléma van, hozzánk is nagyon sokan jönnek panasszal, egyelőre nem tudunk a helyzeten változtatni. Én türelmet kérek a lakosságtól, türelmet kérek az irányba is, hogy amikor a szennyvíz nem időben kerül elszállításra, akkor folyamatosan tartsák a kapcsolatot a szállítóval, hogy mégiscsak megoldás legyen, elkerüljön a szennyvíz a faluból. Ezeket a háttérinformációkat azonban mindannyiunknak egyformán kell tudni. Tehát egyrészt mindent megteszünk, hogy minél előbb befejeződjön a szennyvíz csatorna építés, másrészt pedig kérjük a továbbiakban is, a gazdasági motiválatlanság ellenére is szippantósunkat arra, hogy bizony végezze a feladatát rezsicsökkentéssel, úthasználati díj fizetéssel együtt is, több mint 10%-kal kevesebbért végzi a tevékenységet, mint eddig. Régóta tervben van a Széchenyi utca felújítása. Mikorra várható a beruházás kezdete? Igen, ez egy régi nagy vágyunk, hogy a Széchenyi utcát felújítsuk végre teljes terjedelmében. Sőt, most már mondhatom, hogy évek óta napirenden van, annál is inkább, mert 2011-ben kezdtük el a tervezést, majd 2012-ben megnyertük a pályázatot, illetve ugye azt majd részletezni fogom, hogy melyik pályázatokat nyertük, és melyiket nem nyertük meg. Majd ezt követően ugye egy áttervezésre került sor, és most van az engedélyezési eljárás folyamatban. Tehát azt kell látnunk, hogy ugye annak idején, amikor mi elképzeltük, hogy mit fogunk csinálni a Széchenyi utcán, akkor ez egy kerítéstől kerítésig történő teljes felújítást jelentett. Amire viszont nem nyertük meg a pályázatot, az az útnak a felújítása, és az út pályázatban volt betervezve ez a teljes szélességű felújítás. Amit mi most megnyertünk, és uniós pályázati pénzből kivitelezni fogunk, az gyakorlatilag a kerékpárút és a víz elvezető árok. Ehhez természetesen nem tudjuk és nem is akarjuk elhagyni, így ebből adódóan ehhez meg fogjuk építeni a Széchenyi utcának a teljes útpálya szerkezetét felújítva. Az azt jelenti, hogy a meglévő terveket nekünk át kellett dolgoztatni, hiszen a községnek annyi pénze nincs, hogy ugye a megpályázott összeget egy az egybe rá tudja költeni. Tehát most egy módosított tervet engedélyeztetünk, a terv eljárás folyamatban van, a közbeszerzőt kiválasztottuk. Én úgy vélem, hogy ha minden jól megy, akkor szeptember hónapban, szeptember végén szerződést tudunk kötni a kivitelezővel, hiszen addigra a közbeszerzési eljárás lezajlik, addigra lesz engedélyes tervünk. Szeptember végén, hogyha tudunk szerződni, akkor az azt jelenti, hogy onnantól számított, hát mondjuk ezt így, hogy egy éven belül meg lesz a Széchenyi utcának a teljes felújítása. Addig is azért hadd mondjam el azokat a talán részleteket, hogy mégis milyen nehézségekkel kell számolnunk. A Széchenyi utca felújítása során felvetődött természetszerűleg az, hogy nekünk hozzá kell nyúlni az ivóvízvezetékhez is, tehát újabb tervet kellett készítenünk, ami azt jelenti, hogy egy rekonstrukcióra kerül sor, tehát ki lesz váltva az út mindkét oldalán lévő ivóvízvezeték is. Ezzel korábban nem számoltunk, de kénytelenek vagyunk ezt a beruházást is megvalósítani.
Egyébként pedig az útfelújítással kapcsolatban lesz nekünk egy lakossági fórumunk is. A lakossági fórumra Széchenyi utca összes lakója meg lesz majd hívva. Ennek az időpontját még nem tudom megmondani, de mindenhol hirdetni fogjuk. Mindenkinek tudnia kell azt, hogy a főutcán tulajdonképpen ő előtte mi történik. Ebből adódóan az állam is kötelezettséget vállalt arra, illetve az engedélyezési hatóságnak is előírás az, ugye, hogy ezek a tájékoztatások meglegyenek. Addig azonban ezt pont el tudom mondani, ha már itt vagyunk a Nagyvenyi Baracsi érnél, hogy ezen a területen éppenséggel az út mellett, tehát nem az út patkánban megy majd a kerékpárút, hanem itt mellettünk fog elmenni a kerékpárút, úgyhogy ezen a szakaszon két buszöből is kiépítésre kerül majd a kulturált közlekedés érdekében. Ezről a területről a Ligetsorról fog elindulni a kerékpárút. Ezen a völgyön, illetve ezen az erdő részleten, ahol most ugyan fák nincsenek, de ezen az erdő részlet föl lesz töltve, itt fog majd végigmenni a kerékpárút, és ezen az éren egy hidat fogunk majd építeni, azt követően fog pedig becsatlakozni a Széchenyi utcára, ahol már két oldalon fog majd menni a kerékpár sáv. A kerékpár sáv egészen a tópartig fog menni a két oldalon, ott megint lesz egy váltás, ahol kerékpár útként a Francia parkba fog majd menni, és ott lesz a következő híd. Tehát több apróbb részlet is van, ami fontos lehet a lakosok számára. Erre jó alkalom lesz majd ugye ez a fórum, faluházba fogjuk megtartani, és ott a tervezők is ott vannak, mindenki kérdezhet, ami nem tiszta számára. Mindenképpen egy olyan beruházást szeretnénk, ami mindenkinek a megelégedésére szolgálna. Szeretnénk, hogyha mindannyian együtt örülnénk annak, hogy végre megvalósul régi tervünk. Évek óta a legfontosabb, egyik legfontosabb program Baracson a falunap. Augusztus 20-án tartottuk az idén is a falunapot. Emlékszünk rá, mekkora nagy széllel lejött meg a vége, hogy a tűzijátékot el is kellett halasztani a katasztrófavédelem ajánlása miatt, de kérem szépen, nézzünk közösen pár villanást, egy pár dolgot az idei, pontosabban a tavalyi, annó 2013-ban Baracsi.
Tisztelt képviselőtestület, tisztelt ünneplő közösség, tisztelt baracsiak, tisztelt vendégeink! Ünnepi műsorunk kezdetén szeretném, hogyha a lehetőségekhez képest közelebb jönnének, és megtisztelnének bennünket, akik hátul is vannak az ünneppel, és megtisztelnének egymást, ezzel is emelve a mai nap jelentőségét. Ünnepi műsorunk folytatásaként következzen az egyik legünnepélyesebb pillanat, a Baracs községért kitüntetések átadása. Baracs község képviselő testülete a díjak odaítélésekor kiemelten figyelt arra, hogy olyanok kapják meg a kitüntetéseket, akik mindennapi munkájukat követően szabadidejüket áldozzák arra, hogy tegyenek közösségeinkért, településünkért. A kitüntetések átadására Várai Róbert polgármester urat kérem majd fel. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt vendégek! Megtiszteltetés számomra, hogy elmondhatom a laudációkat a Baracs községért díjak átadásakor, melynek örömmel teszek ismét eleget. Különösen megtisztelő feladat egy ilyen ünnepi alkalomból számba venni önök előtt mindezt, akik azért gyűltek egybe, hogy ennek az eseménynek tanúi legyenek. Tamás Járon Ábel által így üzen számunkra. Csak az olyan cselekszi a jót, akit a tiszta lélek vezérel. Mai kitüntetettjeink ezt pontosan tudják, és ennek megfelelően élik mindennapjaikat. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt baracsiak! Engedjék meg, hogy most a történések, tények tárgyilagosságra törekvő bemutatásával a teljes körű értékelés és számvetés igénye nélkül megjelenítsem díjazottjaink közösségért végzett munkásságát. Vas Albert így írt a barátságról. A barátság oka nem lehet véletlen, sem az egymásra utaltság. Még kevésbé az azonos világnézeti beállítottság, vagy politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság maga. Első kitüntetettünket mindannyian kitűnően ismerjük, hiszen régóta összefogja és hasznos programokkal formálta és formálja közösségé a templomosi fiatalokat és középkorúakat. Kitűnő kapcsolatot ápol Baracs különböző civil szervezeteivel, kirándulásokat, összejöveteleket szervez, melyek nyitottak minden baracsi számára. Rendszeresen részt vesz barátaival a falu szépítésben, melyre például a Baracs templomosi közösségi ház szépítése, virágosítása, környezetének szebbététele. Évek óta aktívan részt vesz az egész települést magában foglaló eseményeken, így községünk megtisztításában, amit mi csak szemétszüretnek nevezünk. Hosszú évekre visszatekintve segíti a Baracsi Néptánc Fesztivált is, ahol a több száz résztvevőre főz barátaival együtt. Ezekből a tevékenységekből is jól látható, hogy sokat dolgozik azon, hogy a településrészek minél szorosabban éljenek együtt. A hagyományokat nagyon tiszteli, ezért is szervezte meg a méltán népszerű hagyományos disznóvágást, mely szintén nyitott mindannyiunk számára. A kicsik részére is programokat szervez, erre kitűnő példa a gyereknapon és a Mikulás napon résztvevő sok mosolygós gyermekarc. Közösséget formált, közös célt, közös érdeket és közös értékrendet tudott felmutatni és elfogadtatni, így nem véletlen, hogy ő a templomosi baráti kör alapítója, tagja és vezetője. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők! Ünnepeltünk Macula Mihály, Baracs község önkormányzatának 204/2013-as számú határozata alapján, mint a közösségért tevő és cselekvő ember, a baracsi közösség érdekében végzett önzetlen munkájának elismeréseként Baracs községdíjban részesül. Macula Mihály, gyerekezünk!
tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt vendégek! Következő ünnepeltünk tőzsgyökeres baracsiként ifjúkora óta önzetlenül, önkéntesen, sokat és kitartóan cselekszik. 1969 óta önkéntes tűzoltó, aki ezért a tevékenységéért az elmúlt évben megkapta a 40 éves szolgálatért járó szolgálati érdemrendet. Úgy ismerjük őt Baracson, hogy ő az, aki mindig segít, ha baj van. Még éjjel is hívható, legyen akár tűz vagy baleset. Részt vett az idei nagy árvízi katasztrófa megakadályozásában is. Polgárőrként hívhatják beteg gyermekhez, rendezvények biztosításához. Ő mindig, mindenhol ott van. Mindezt a munkát önszorgalomból, önkéntes munkával, minden ellenszolgáltatás nélkül végezve. Egyéniségét a tenni akarás, a másokon való segítő készség jellemzi. Nagy tekintély és tisztelet övezi társai és községünk lakói előtt. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők! Ünnepeltünk Veszprémi János, Baracs község önkormányzatának 201/2013. Számú határozat alapján, mint a közösségért tevő és cselekvő ember, a baracsi közösség érdekében végzett önzetlen munkájának elismeréseként Baracs községért díjban részesül. Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az életben, kötelességen belül vagy azon felül is talán, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való, vélekedett Vas Albert. Azért választottam ezt a gondolatát az erdélyi írónak, hiszen következő ünnepeltünkre ezek a szavak teljes mértékben illenek. Tőzsgyökeres baracsiként önzetlenül segíti községünk előmenetelét. Immár 11 éve önkormányzati képviselőként, 4. éve községünk alpolgármestereként fáradhatatlanul végzi a rábízott feladatokat. 7 éve a Baracs Sportegyesület elnökeként szívvel, lélekkel tevékenykedik fiataljainkért, az aktív labdarúgókért és az öreg fiúkért egyaránt. Fontosnak tartja, hogy az egyesületben a lányok, asszonyok is sportolhassanak. Fiataljaink számára játékosként is példát mutat. Mióta az egyesület elnöke, azóta láthatóan és érezhetően javultak a sportolási körülmények. Ennek eredménye, hogy egyre több gyermek sportol községünkben. Jelenleg 9 korosztályban zajlanak az edzések, részükre edzőtáborokat is szervez. Kitűnő kapcsolatot épített ki testvértelepülésünk Szentegyháza labdarúgóinak csapataival, akik nemrég a Sportegyesület fennállásának 20. évfordulójának rendezvényen is vendégek voltak. Segítségével milliós beruházások valósultak meg, melyek közül kiemelkedik a labdarúgó nagypálya világítása, a gyep felújítása, a műfüves pálya megvalósulása. Fáradhatatlanul írja és iratja a pályázatokat, melyek közül több nyertessé is válik, így valósulhat meg a közeljövőben a sportöltöző kialakítása, mehez 7 millió forintos támogatást nyert. Ha kellett, akkor segítséget nyújtott abban, hogy iskolásaink eljussanak a különböző sporteseményekre, versenyekre. Számos esetben maga vitte el a gyermekeket, vagy buszt biztosított részükre. Közéletünk állandó résztvevője, támogatóként, szervezőként és lebonyolítóként segíti rendezvényeinket. Nagy szerepe van abban, hogy településünkön zökkenőmentesen valósuljon meg a csatornázi beruházás. Kitűnő családapa. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők! Ünnepeltünk Fehérvári József,
Baracs község önkormányzatának 202/2013. Számú határozata alapján, mint a közösségért tevő és cselekvő ember, a baracsi közösség érdekében végzett önzetlen munkájának elismeréseként Baracs községért díjban részesül. Köszönöm, és ugye augusztus 20-a van, nem maradhat ki a következő szám sem, ami nem más, mint a Brahms 5. magyar tánca. Fogadják sok szeretettel! Thank you.
Viva Rock and Roll. Mit? Valami Rock and Roll. Cizdur. 10 keresztnek, amit akartuk. Cizmi. Lóg a szívem, hát itt vagyok. Kockázatos minden, egy percre ki nem hagyok. És újra szól a rock and roll. Viva rock and roll, még a rock and roll. Viva rock and roll. Az óra meg nem áll, enge éles táncot jár. De valami súgjam, soha abba ne hagy. Fellázad a vérek, csak hajszol egyre hajt. Még a rock and roll. Még a rock and roll, még a rock and roll, még a rock and roll. Akkor is rock and roll, ha ez a vannak otthonról. Úgy forr a levegő, vonagli test a kéz a láb. Én is a hál egy, kemény mint a kő, de csapzott is lehet, ha csillog a két szemed. Az mondjuk, aki nyomja az irigy szövege, egy szívességre jöhet, de egyemet nem tehet, azért is még a rock and roll. We a rock and roll, oh, még a rock and roll. We a rock and roll, akkor is rock and roll, ha ez a barnak otthonról. Halára nyomtam az iskola pad. Eleget van a nőtből, vagy ő mást akar. Gyere és rád, rock and roll. Viva rock and roll, oh, még a rock and roll. Viva rock and roll. Akkor is rock and roll, ha ez a barnak otthonról. Úgy forr a levegő, vonagli test a kéz a láb. És a háré kemény, mint a kő, de csapzott is lehet, ha csillog a két szemed. Itt dolog a szívem, én itt leszek. Ha kerül az álom, majd virrasztok veled. Gyerünk még a rock and roll. We will rock and roll, oh, még a rock and roll. We will rock and roll. Akkor is rock and roll, ha ez a barnak otthonról. Akkor is rock and roll, ha ez a barnak otthonról. Viva, viva, viva rock and roll. Falunap után pedig, illetve a remek előadók után, kérem szépen, akkor nézzük meg az idősek világnapját. Természetesen azt is már elég régóta ünnepeljük itt a Baracson. Ebből egy kis részletet halljuk. Legyen a horvát kedven Budán, szombaton este fél nyolc után. Viszol a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után. Mikor az első csillag kirúl, kicsike papám hozzám simul. Még János legyen, fenn a János legyen, estére oda várom. János nekem, ha nehogy álmos legyen, mert én ezt ki nem várom. Jaj, Jani, szeretném hallani, szerelmet hallani, csak ez a kívánságom. János legyen, ha fenn a János legyen, estére oda várom. Jaj, Jani, szeretném hallani, szerelmet hallani, csak ez a kívánságom. János legyen, fenn a János legyen, estére oda várom. Hétre ma várom a Nemzetinél,
ott, ahol a hatos megáll. Szemben az nem tetszik ány a nevén, ha nem jön el szívembe, várj! Mert lesz ugye már, de sem, hogy jön-e már, irány egy bicikkel, bicikkel mozni vár. Hétre ma várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. De ott lesz ugye már, de sem, hogy jön-e már, irány egy bicikkel, bicikkel mozni vár. Hétre ma várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, mert csoda volt. Lent kikorogtak a gyerekek, cselettünk bebeket, ott teli volt. S csíközben a lovacsában dugolt a kudánát, én elhagyottam még rajkás a lámpát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, mert csoda volt. S miközben a ruhacskában gugolt a kudánát, én eloltottam égő ajkát a lámpát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Hát jöjjön ki jó kudára, egy jó tudós csúszára, hol a kertlenségben samli szól, és ott lehet csak inni jól. Az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csók után meglátja, de jó lesz itt Óbudán. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csúszára, hol a kerthelyiségben samli szól, és ott lehet csak inni jól. Az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csók után meglátja, te jó lesz itt Óbudán. És most együtt, hölgyeim és uraim! Jöjjön ki Óbudára, hangosan! Egy jó túrós csúszára, hol a kert helységben samli szól, és ott lehet csak inni jól. Az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csók után meglátja, de jó lesz itt Óbudán. Köszönjük szépen! Azért ünnepeltünk is annó 2013-ban. Október 23-át ünnepeltük meg méltóság teljesen az iskolások előadásával. Nézzük meg, hogy mik is és hogy is történtek a faluházban. Ismételten tekintsük meg egy kis részletet ebből a műsorból. Fekete-fehérben menetelt szépen a kritikus tömeg. Mitét a kínzó kamrák sötét híre sem törte meg. Nem számít a rang, hiába jön majd ezer tank. 500 éve mindenkiért gondol a harang. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Nem adtad egy könnyen magad, rólad tanulni sem szabad.
1956, barátom. Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elhult. Hol volt, hol nem volt. Se élő, se volt. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami. Hogy valami volt. És ez a szabadság. És hogy futott előle a gazság? Pattant a ránk szorított bilincs, amikor utcára lépett a sok neve nincs. A sokat emlegetett nép, aki látta, felejthetetlen a kép. Jótékony segélykoncertet is szervezett az önkormányzat a faluház vezetőivel közösen a tűz esett károsultjainak, biztos emlékeznek rá, ahol fölléptek egy fúvózenekar, a dunaújvárosi fúvózenekar és Magyar Viktória énekesnő. Kérem, hallgassuk, illetve nézzünk ebbe is bele egy pár percet. A következő dal a Fame című musicalből a Fény. Thank you.
Baby, nézd most rám, te mindent láthattál, láttad azt, hogy küzdelem lett az életem, hogy egy nap a fényben láss, de ez még nem minden. Baby, ha itt találsz, csak taps kell, semmi más. Hát higgy bennem, és légy nagyon jó. Úgy szeress, hogy érezzem, nincs is rá szó. Baby, a fénybe föl, nagy utas semmiből. Mert egy nap mindent megkapok én, és értem, gyúl ki a fény. Van további világ esély.
és nem is mozdul, még lassan elveszünk, aztán mégis újra lobban, és új tüzet szít, egy apró láng is tűzharobban, és égig repít. Van tovább itt világ elsírt régi könnyeim, ha ragyog a szíve, nem unik a sötétség. Van miért, van kiért vívnom őrült harcaim, és mindig is így lesz, bárhol jár a sors gerék. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah, 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 oh, 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 oh. Mindig is így lesz, bárhol jár a sors gerék. Van tovább itt világ elsírt régi könnyeim, ha ragyog a szívem, emulik a sötétség. Van miért, van kiért vívnom őrült harcaim, és mindig is így lesz, bárhol jár a sors gerék. A sors gerék, a sors gerék. Köszönöm. Kis karácsony, nagy karácsony, falu karácsony. Kérem szépen, nézzék meg a Kis Csapás Néptánc Együttes műsorát a falu karácsonyi műsorból.
volt anno 2013. Egy önkormányzati szempontból, hogy az önkormányzat mit csinált, mit szervezett. Természetesen nem lehet mindent bemutatni ebben a filmben, így is több mint 2 órásra sikerült, és képzeljük el, ha még a képviselő testületi üléseket, a pénzügyi bizottságot, a szociális bizottságot, illetve az oktatási bizottság üléseit is bemutattuk volna, hát lehet itt kéne ülnünk a tévé előtt órákig, vagy napokig is akár. Megpróbáltam azok a részleteket kiemelni 2013-ból, amik úgy gondolom látványosak voltak, kicsit érdekesek voltak, és sok-sok embert megmozgattak. Ez volt az Anno 2013 második része, és nem sokára jövünk a harmadik résszel.